végig gondoltam, mit fogyasztok elsősorban, én klasszikusat vagy kortársat, akárhol is húzom meg ezt a határt, és rájöttem, hogy valahogy mindenben a kortárs érdekel jobban. A kortárs az fogalmilag újításról és kísérletezésről kell, hogy szóljon, ami szerintem borzasztóan izgalmas, mert annak nagyon nagy tétje van. Ha a nagy közönség nem közeledik a kortárs művész felé, akkor a kortárs művészetnek kell közelednie a közönség felé. Fú, ez egy ilyen izé, ez ilyen kortárs zene, jaj, de ciki, vagy ez ilyen klasszikus, fú, oda nem megyünk, amennyire ez nevetséges, ugyannyira nevetséges. Szóval igen, ez fantasztikus volt, és szóval, ahogy az atonalitás, mint egy visszhangzott, nem kell. Tehát szerintem teljesen józan paraszti füllel normálisan el kell menni koncertekre, és meg kell hallgatni. Az anyukám 4-5 éves koromban Óbudán sokszor elvitt az új zenei stúdiónak a koncertjeire, miközben a nagymamámmal párhuzamosan az Operaházba jártam Bohém életet és Varázsfolát nézni, és egészen érdekes élmény volt az, hogy mennyire különböző, és közben mégis milyen hasonló élményt tud adni a harmóniára épülő klasszikus zene és a kísérletező kortárs zene. Emlékszem, hogy állandóan azt játszottuk az anyukámmal, hogy csukott szemmel, hogy lehet ezeket a kortárs zenei műveket úgy hallgatni, hogy közben olyan asszociatív játékokat indítasz el magadban, amit utána vele meg lehetett beszélni. Borzasztóan izgalmas volt, és azóta is én nekem ez egy inspiratív alkotói eszköz. Kortárs zenére gondolhatunk úgy, hogy íme ma meg lehet hallgatni, ha mondjuk egy kortárs szerzőről van szó, akit nem ismertünk eddig, és akitől félünk, mert azt hiszük, hogy sapkás, kesztyűs emberek fognak baltával zongorákat ütögetni, miközben hanyat fekvő nők sikítoznak. Ilyen előítéleteink vannak, de nem ez a lényeg, nekünk azt kell benne szerintem látni, hogy mi van, ha most hallgatjuk meg azt, akit majd 400 év múlva alapvetésként tanítanak az iskolában, és akkori diákok, fiatalok fogják azt mondani, hogy Istenem, ha én abban a korban élhettem volna, micsoda világ volt az, hogy el lehetett menni és meghallgatni a nagy. Ezt a játékot javaslom, és ezt a nyitottságot. Az én kislányom most 2,5 éves, és ő az első perctől fogva rengeteg zenét hallgat. Ezért aztán 1 évesen valami hihetetlen választékossággal beszélt, elképesztő ritmusérzékeled, legózik, és akkor szól egy zene, és ha ezt csinálja, hogy megmerevedik a kezében a Lego, akkor az tetszik. Például van az az írógépes etűd, és azt például én nagyon-nagyon sokszor meghallgattam. Egyrészt nyilván azért, mert elérhető az interneten, másrészt rettenetesen játékos, tehát ezzel például kapcsolatba lehet kerülni azonnal, hogy milyen érdekes, hogy egy írógép hangszerként funkcionál. Szerintem menő a kortárs. Irodalomban, képzőművészetben mindenképpen. És én azt gondolom, hogy a zenében is az kellene, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor a klasszikus felől a kortárs felé is tudunk nyitni.